Hüse Károly, posztumusz őrnagy, a magyar katonai és polgári ejtőernyőzés már életében legendássá vált alakja. Több mint 6000 ugrás volt már mögötte, amikor 1978. május 26-án végzetes balesetet szenvedett. November 1-én díszőség állt a sírjánál. Egy 1941-es ejtőernyős hagyományt elevenítettek fel, idén már második alkalommal november 1-én. Olyan egykori mélységi felderítők, ejtőernyősök, felderítő katonák és lelkes érdeklődők, akiknek megfogta az életében egy bizonyos ponton ez az ejtőernyős életmód a világát, ahol becsatlakozott nekik, és tulajdonképpen legelőször a Fiumei úton merült ez föl, hiszen a magyar ejtőernyőzés megalapítója, a katonai ejtőernyőzés első ikonikus alakja, Vitéz Bertalan Árpád őrnagy ott nyugszik jelenleg most már katonai díszsírhelyen. Ott tartottuk meg először ezt az egésznapos díszőrséget, hiszen a temető nyitásától zárásig állnak a díszőreink ekkor egy kiválasztott ejtőernyős sírnál. Idén pedig Hüse Károly őrnagy ejtőernyős hősi halott sportoló és katona családjával vettük fel a kapcsolatot. Engedélyt kértünk arra, hogy az ő sírjánál folytassuk ezt a hagyományt, amiben hálásan bele is egyeztek. Nagy örömmel vették a megkeresésünket, ami nekünk is nagyon pozitív volt, hiszen a fiai is ejtőernyősként szolgáltak húzamosabb ideig. Sok barátja, bajtársa ejtőernyősként szolgált, velük találkoztunk itt is a temetőben, és itt folyik most ez az őrszolgálat. Az érdemes sportoló, aranykoszorús ejtőernyős Hüse Károly 1953-ban kezdett ejtőernyőzni, és 58-ban már első helyezést ért el a megyei ejtőernyős bajnokságon. Néhány év múlva már a válogatott keret tagja lett. A magyar néphadsereg hősi halottjának tekintette, és posztumusz előléptették őrnaggyá. Az egykori mélységi felderítő zászlóalj ejtőernyős szolgálatának főnöke 6263. ugrása során Szolnokon szenvedett tragikus balesetet 1978. május 26-án. A baleset tragikusságát csak fokozza, hogy aznap már volt 4 sikeres ugrása. A végzetesnél azonban nem nyílt ki az ejtőernyő. A sírnál délelőtt 10 órától sötétedésig álltak egykori katonák, veteránok. Forgatásunkkor éppen őrségváltásra került sor. Lépésáj! Díszőrök! Vigyázz! Felállítási helyről. Lépés! Indulj! Díszőrök! Felállítási helyre. Lépés. Indulj! Hátra arc. Igazodj. Terpesz állás. Az egész országból érkeztek ezek a hagyományőrzők, ezek a civilek, civil emberek, egykori katonák, veteránok, hogy megemlékezzenek egyrészt erről a hősi halott őrnagyról, aki számunkra nagyon sokat jelent, másrészt pedig, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy voltak, vannak, lesznek hozzá hasonló katona férfiak és nők, akik képesek és készek az életüket áldozni, akár a hazáért, hogyha a szükség úgy hozza. Ez egy nagyon fontos sarokpontja a baráti körünk gondolkodásának, az önkéntesség, hiszen az ejtőernyősök is önkéntes katonák mind, valamint az, hogy az áldozatvállalásra rávilágítsunk. Emellett igyekszünk bemutatni azt a felszerelést, amit az alapítás óta, tehát 1938 óta egészen 1998-ig a NATO csatlakozásig viseltek ezek a katonák, saját pénzen, saját anyagi keretből megvásároljuk az egyenruhákat, a hatástalanított fegyvereket, amik itt mögöttem is láthatóak a díszőröknél, és tulajdonképpen hát a kesztyűtől a bakancsig vagy a baretsapkáig minden a saját beszerzésünkön alapul. Van, aki a sajátját viseli, amit katonaként viselt, van, aki vásárolta, szerezte, cserélte. Úgyhogy ebben van egy gyűjtői feladat is, és igyekszünk ezeket a felszereléseket bemutatni kiállításokon. Nagyon szeretnénk, hogyha a fiatalokhoz eljutna ennek az üzenete, ennek a
gondolata, és megfoghatnák, megnézhetnék, hogy hogyan nézett ki 10-20-70 évvel ezelőtt egy ejtőernyős katona, valamint nagyon fontos az ilyen megemlékezések megtartása is, amiben a Magyar Honvédségnek a 2. különleges rendeltetésű dandárja, a Vitéz Bertalan Árpád nevét viselő alakulat, partnerünk immár tulajdonképpen megalapítása óta, tehát évek óta együtt dolgozunk velük. A mögöttem álló állomány is Szolnokról érkezett meg, ott hajtottak végre a tegnapi napon díszőrséget, és valószínűleg megyünk tovább a továbbiakban, és szeretnénk a jövőben is folytatni ezt a munkát. Indulj! Hey! Hey!